Magna Shakespeare, már tartunk, és amíg egy felelőnk majd mondja, amit mondani kell neki, addig mindenki a 149. oldalra lapozza a könyvét, és a 149. oldal nyolcas feladatát csinálja mindenki a helyén, addig, amíg a felelők pedig azzal kezdi, hogy a hosszú, egyenes, vezető, mágneses tere milyen a rá merőleges síkban, illetve egy egyenes tekercs mágneses terét jellemzi. Ezzel kezdi a felelőnk a mondani valóját, tehát az egyenes vezető, mágneses tere a rá merőleges síkban, illetve az egyenes tekercs mágneses terét jellemzi. Felelőnk pedig lesz a Karina. Köszönettel együtt, légy szíves. Mindenki másnak a feladatát csinálja. Vezetek is. Természetesen. Az indukcióban alatt a vele merővelesen felvett ilyet felvettem. Rajzolhatod is. Itt. Körében helyezkednek el. Itt az egyenes vezető, mondjuk így, hogy az áramirány lett felfelé. Jó, mondjuk arra, hogy itt az áram, jó? Ugye ez a merőleges, merőlegesen felvált felület. Sík. Sík felület. Jó. És ugye itt a jobbkész szabály segítségével tudjuk meghatározni a nagy B, vagyis a mágneses indukciónak az irányát. És ugye ezt úgy használjuk, hogy a jobb kezünkkel... Az indukcióvonalakat rajzol be, légy szíves! Ugye ezt körülben helyezkednek el. Ugye jobb kézzel megmarkoljuk az áramerőség irányában mutat a hüvelykújjunk, és amerre a begörbített ujjaink mutatnak, arra van az indukcióvonalak iránya. Vagyis ugye ez esetben erre mutatnak. Jó. És ezt ugye meg is tudjuk határozni, és a nagy B-t. És ugye van erre egy mennyiségünk, a mű. Ez a null. És ez ugye a levegő átmágneshetőségét jelenti, és ezt ugye elosztjuk 2 B-vel, és megszorozzuk az áramerősséggel, és azt elosszuk a hosszúsággal. Az hogy? Milyen távolságra? Vezetőtől milyen távolságra határozzuk meg a... Hogyan? F. Igen. Milyen a vezetőtől egy bizonyos távolságra meghatározzuk a B-nagyságot. Na, hogy hívott Karina ezt a műnult? A levegő átmágneses. Azt jelent, igen, és az idegen nevére emlékszel? Nem emlékszel. Permeabilitás, tehát a levegő mágneses permeabilitás. Igen. Az I jelenti a? Az áramerősséget. Az áramerősséget. Ez ugye a távolság. Igen. Na, ebből az összefüggésből mire következtetsz a B nagyságát, illetve mitől függ egy bizonyos távolságban a B nagysága? Hát ugye, mivel a pi az egy állandó értékektől nem függhet, ezért vagy az áramerősségtől, mert az ugye változhat minden esetben, vagy magának a távolságától. Ha növeljük az áramerősséget, akkor hogy változik a B? Nagyobb áram. Nő. És minél távolabb nézzük a az B? Az meg annál kisebb a B. Igen. Na most a B, Karina, az egy skalár vagy vektor mennyiség? Vektor mennyiség, mivel nagysága és iránya is van. Iránya is van. Na, hogy határozod meg az irányát jelen esetben? Hát a jobb kézszabály. Azok az indukció vonalak, és akkor a B vektor pedig... Nem merőleges, hanem az indukció vonalaknak az... Érintő. Az érintője. Tehát bármelyik pontban az érintője az indukció,
Hát jó, mondjuk annak a pontnak, igen. Jó. Egyenes tekercsnél, hogy határozod meg. Azt is rajzolhatod. És ez egy adott átosztosági tekercs. Jó. És ugye itt is már beletettünk az áramirányt, most adott esetben erre meg. Jó, menjen arra. Arra folyik az áram. Jó. És itt ugye megmarkoljuk ugyanúgy a tekercset az áram irányába, ugye jobb kézzel. Mivel erre folyik az áram, ezért így markoljuk. Igen. Megmarkoljuk úgy áramotat. Tehát a begörbített ujjaidat fetteted rá a tekercsre milyen irányba? Hát amerre folyik az áram. Amerre folyik az áram. És akkor mit ad meg a kinyújtott hüvelykujjat? Az mutatja meg az indukció vonalaknak az irányát. Úgy. És ugye ezt adott esetben Marok szabálynak is nevezzük, mert ugye megmarkoljuk a tekercset. Igen. És mitől függött egy egyenes tekercs esetében a mágneses tér erőssége, az a mágneses indukció? Itt is ugye a hosszúság, maga a hosszúságától és az áram erősségétől. Igen. És te most ekkora tekercset rajzoltál, ha ekkorát rajzoltál volna, vagy ekkorát, az számít? Igen. Igen. Mert ugye minél hosszabb a tekercs, annál kisebb. Próbáld meg felírni, hogy mitől függ a B egy egyenes tekercs esetében? Ugye mindenki, hát alul van a hosszúsága. Ja, igen. Tehát függ a tekercs hosszától, aztán? Hát az áram erősség. Hogy mekkora áram folyik benne, jó? Azt lehet fejlődni. Mindegy, ahogy gondolod, csak jó legyen. Tehát függik itt is jelen esetben is attól, hogy mekkora áram folyik benne. Attól szerinted egyenes arányban vagy fordított arányban? Egyenes arányban. Persze. Minél erősebb áram folyik benne? Jó. És ugye itt is a minimum, itt is ugyanúgy megszavazik minimumot. Igen. Tehát itt is levegő van a tekercs belsejében. Jó. Aztán. És ugye az ellen az a megfordított arányos. Így is jó. Ezek a hurkok. Idézőjelben ezek mit jelentenek, Farina? Hogy a tekercsen hány? Hány menet van? Na, ettől függ a B értéke? Ezzel is egyenesen arányos. Így van. Jó. Mit tudsz mondani, Karina, a tekercs belsejében lévő mágneses térről? Ott is folyik áram, és folyik ugye az áram, és... Tekercs belsejében, nem, hát a vezeték, tekercs vezetékében folyik. A tekercs belsejében, itt mi jellemző a mágneses térre, itt belül a tekercsben? Homogén a mágneses tér. Mit jelent az, hogy homogén egy mágneses tér? Hogy itt az indukcióban, hogy egymással párhuzamosan és egyenlő távolságban helyezkednek el. Így van. Jó. Karina, azt mondd meg, légy szíves, hogy... Mi az a magnetométer? Az egy fizikai kísérletkor használjuk. Igen. És... Hogy néz ki egy magnetométer? Úgy neveztük, hogy kézi magnetométer. Ez az, ami meg ilyen négyzet alakú, és ugye benne... Lehet négyzet is, igen. És ugye ilyen keret alakú, és a keretben ugye folyik az áram. Na akkor most mindezt rakd össze, aztán definiáld, hogy mi az, hogy magnetométer. Egy áramjárta keret. Vezető keret. Igen. Sorolt fel, Karina, légy szíves azt, hogy milyen mennyiségekkel jellemezhetjük a mágneses teret. Ezzel. A mágneses erővonalak, a mágneses fluxus, és a... A B, ami maga a mágneses tér erősségét jelenti. Igen, és hogy nevezzük? Mágneses erősség. Mágneses indukció. Hát a tér erejét jelenti, de itt speciálisan úgy nevezzük, hogy mágneses indukció. Igen. Emlékszel, Karina, az Örsted kísérletre? Igen. Akkor meséld el, mi ez? Hát
Az Örsted kísérletkor az volt a lényeg, hogy a vezető köré egy áramot vezettünk. A vezetőbe, egy egyenes vezetőbe. Igen, áramot vezettünk, és köré, vagy mellé közel egy... Nem mellé közel, pontosan alá. Raktunk egy iránytűt. És ugye az Örsted kísérlet során azt tapasztaltuk, hogy az iránytű elfordul, mivel a mágneses tér egyfajta szövetanyagmatékot gyakorolt az iránytűre, és ennek következtében fordult el. Így van. Mit bizonyítottunk ezzel az Örsted kísérlettel? Hogy a mágneses vezeték körül egy mágneses tér található, amely ugyanúgy hatással van a körülötte lévő testre. Igen. Most azaz, a vezető az mikor viselkedett mágnesként? Hogyha áramot vezettünk. Csak akkor, ha áramot vezettünk bele. Csak akkor, ha áramot vezettünk bele. Jó. A mágneses alapjelenségek közül sorolj fel nekem néhányat. Hát például az, hogy ugye van északi és déli pólus egy mágnesnek, és ugye az azonos pólusok veszítják egymást, az ellentétes pólusok vonzák egymást. Akkor ugye például a vas szöget mágnesezünk, akkor a kis szögek átmágnesőződnek, vagyis egymást is vonzák. Jó. A Földnek is ugyanúgy van mágneses tere, de az északi és a déli pólus az más, mint a mágneses is. A Földre az északi és déli pólus az eltér egy kicsit a mágneses északi és déli pólustól. Na most a Földnek az északi, tehát a földrajzi északi Igen. pólusa, vagy északi pólusánál van a mágneses északi is? Igen, fordítva van. Éppen fordítva. Tehát ahol a földrajzi észak, ott egy kicsit eltérése, ott van a mágneses déli pólus. És fordítva is ugyanígy igaz. Fordítva is ugyanúgy igaz. Na, Karina, még az utolsó kérdése, mi az a mágneses tér vagy mágneses mező? A mágneses tér vagy a mágneses mező a mágneses testek környezetében kialakult tér, amely ugyanúgy a mágneses tulajdonságokkal rendelkezik. Jó, itt egy picit olyan kis bizonytalanságok voltak, de az ismétlő kérdéseket szépen tudtad, tehát látszik, hogy rendszeresen készültél, ezért megerősítjük a évvégi ötösödet. Na, a 149. oldali 8-as feladatra egy vállalkozó a táblánál. A 149. oldal 8-asat mondtuk. Na, gyere légy, hogy gyorsan. Felírni mindenkinek, ott van előtte a tankönyvben, meg mindenki, csak a számolás menetét. Tehát az első kérdés az volt, hogy mennyi a tekercs, nem egy egyenes tekercsről van szó, mennyi a tekercsben a mágneses indukció értéke? Hogy számolta az épp ugyanazzal az összefüggéssel, amit már itt a Karinától láttunk is? Noréka, azt mondd még el, hogy mire figyeltél itt a számolásnál? Hát például az általi mértékegység. Mértékegységet átváltására, tehát a 15 centit át kellett váltani méterbe, az a 0,15 század méter, mű null érték a 4×10⁻⁷, és a végeredmény 2/10 tesla. Jó. Mennyi a tekercs belsejében a fluxus? Fluxus pedig hogy számoltad? Mit értünk fluxus alatt? Közben te számolt, mit értünk mágneses fluxus alatt? Szabolcs, mit értesz mágneses fluxus alatt? Mit jelent a mágneses fluxus? A mágneses vonalak mellegesen tele, erővonalak száma. Igen. És itt is mire figyeltek a... Itt is a... mértékegység átváltására, tehát a 3 négyzetcentiméter kellett átváltani négyzetméterbe,
Négyzetcentiméter és négyzetméter között a váltószám pedig, Marci? Négyzetcentiméterben van megadva a feladatban, és négyzetméterben kellett. Tíza? Tízezer, úgyis jó. Na itt a Karinaval már beszéltünk arról, hogy ösztett kísérlet. Még egyszer elevenítsük csak fel, hogy mit is bizonyítottunk az ösztett kísérlettel, még egyszer? Mit bizonyítottunk az ösztett kísérlettel, Edita? Hát, hogy az áramjárta vezetőnek is van mágneses tere. Így van, tehát, hogy az áramjárta vezetőnek is van mágneses tere, és az áramjárta vezető meddig viselkedik mágnesként, Szinti? Hát, amíg van benne. Csak addig, amíg áram folyik benne. Így van. Most is valami hasonló fogunk megvizsgálni. Azt nézzük, hogy egy áramjárta vezető, csak jelen esetben egy áramjárta vezető keret, hogy viselkedik a mágneses térrel szemben, ugyanis itt látunk egy patkómágnest. A patkómágnes mikor mágnes? Vivi? Most mágnes? Mindig, persze, mindig mágnes. Patkómágnes szárai között mi jellemző a mágneses térre? Patkómágnes szárai között, Kati? Homogén. Homogén a mágneses tér, tehát az indukció vonalak párhuzamosak. Ha megnézzük, ez a vezető keretnek ez a vízszintes szára. Hogy, ugye függőlegesek nem látjuk, de tudjuk, hogy az indukció vonalak függőlegesek. Milyen viszonyban van ez a vezető keret az indukció vonalakhoz képest az indukció vonalakkal? Úgy is mondta, mekkora szöget zár be. 90 fokos szöget zár be, így van. Tehát a vezetőkeret merőleges az indukció vonalakra. És ezt fogjuk most megnézni, hogy ez a vezetőkeret, ha folyik benne áram, hogy viselkedik a rá merőleges indukció vonalakkal szemben, illetve a ebben a homogén mágneses térben. A címként azt írjuk, hogy az áramvezető és a mágneses tér kapcsolata, vagy kölcsönhatása, betűjük. Tehát az áramvezető és a mágneses tér kölcsönhatását is írhatjuk. Talán még jobb lesz az kölcsönhatása. Vezető és a mágneses tér kölcsönhatása. Mi a kísérletünk pedig a következő. Tehát ebbe a vezető keretbe vezetünk áramot a zsebtelep segítségével. Ami hány voltos ez? Egy jól működő zsebtelep? Andris? Hány voltos egy zsebtelep? Nem vettél még zsebtelepet soha életedben? Ki vett már zsebtelepet életében? Hány voltos egy zsebtelep? Mennyi? Szor három? Négy és fél voltos. Tehát négy és fél voltos áramot, egyenáramot vezetünk ebbe a vezetőkeretbe. Nézzük meg, hogy mi fog történni. Mit láttunk? Amit láttunk még egyszer. Szóli, mit láttál? Akkor, amikor áram folyt a vezetőkeretbe, akkor ki lendült. Módosítjuk a dolgot annyiban, hogy mit teszek? Megfordítjuk a polaritásokat. Ezzel, hogy megfordítottam a polaritásokat, mi változott? Az áram iránya, így van. Na nézzük meg most, mit látunk. Na mi a különbség az előzőhöz képest? Dominik, mit láttál? Hát, hogy másik irányba tért ki. Másik irányba tért ki. Így van. Na most következő módosításunk annyi, hogy megfordítjuk a mágnest. Most nem változtattam az utolsó helyzethez képest az áramirányt, csak a mágnest cseréltem meg.
megint másik irányba. Tehát akár az áramirány, akár a mágnest cserélem meg, vagy fordítom meg, ellentétes irányba tér ki a vezető. Amit eddig láttunk, azt le is rajzoljuk, vagy le is írjuk. Kísérlet. Patkómágnes, mondjuk ez legyen az északi, ez a déli pólusa. Az előbb azt mondtuk, hogy a mágneses tér a patkómágnes szárai között homogén, ami még egyszer mit jelent, hogy homogén a mágneses tér? Marci, mit jelent, hogy a mágneses tér homogén? A mágneses vonal párhuzamosan. És a B-vektor, amikor definiáltuk, hogy mi jellemző a mágneses indukcióra, illetve az indukció vonalakra, azt mondtuk, hogy a B-vektor, azaz a mágneses indukció, az az indukció vonalak érintői, tehát jelen esetben ezeknek az egyenesnek az érintői, azaz az is függőlegesen lefelé fog jelen esetben mutatni. Berajzoljuk rá merőlegesen a vezető keretet, pozitív, negatív pólus, merre folyik az áram, milyen az áramirány, hogy határoztuk meg az áramirányt, Viktor? Jó, kész alakítjuk. Áramirány. Pozitívtól a negatív felé. És ugye azt tapasztaltuk jelen esetben, hogy kilengett ez a vezető. Ha végeztünk a rajzal, akkor ide mellé írjuk azt, hogy mit ábrázol ez a rajz, illetve mit tapasztaltunk eddig. Végzett mindenki? Tehát amit mellé írunk, azt, amit látunk, illetve a kísérleti összeállítást, a vezető, tehát amit mellé írunk, a vezető merőleges az indukcióvonalakra, ugye az előbb már megállapítottuk, tehát a vezető merőleges az indukcióvonalakra, és ha zárjuk az áramkört, a vezető kimozdul a patkómágnes szárai közül. Tehát a vezető merőleges az indukcióvonalakra, és ha zárjuk az áramkört, a vezető kimozdul a patkómágnes szárai közül. Vezető merőleges az indukcióvonalakra, és ha zárjuk az áramkört, a vezető kimozdul a patkómágnes szárai közül. És alá új sorban, ha változtatjuk az áramirányt, vagy az indukció irányát, zárójelbe odaírhatjuk, hogy megfordítjuk a mágnest, tehát ha változtatjuk az áramirányt, vagy az indukció irányát, azaz megfordítjuk a mágnest, a vezető ellentétes irányba tér ki. Ha változtatjuk az áramirányt, vagy az indukció irányát, azaz megfordítjuk a mágnest, vezető ellentétes irányba tér ki.
Milyen módon tudom én még tudnám még kilendíteni ezt a vezetőkeretet? Hát legegyszerűbben úgy, hogy megfogom kézzel és kilendítem. Azaz erőt gyakorlok rá. Na most ezt az előtt hogy tettük? Zártuk az áramkört és így is kilendül. Vagyis mire következtethetünk ebből? Arra, hogy fellépett egy erő, ami kimozdította ezt a vezető keretet. Tehát valamilyen erő lépett fel, aminek hatására kimozdult, ami kimozdította ezt a vezető keretet, akár egyik, akár másik irányba. Tehát ez az egyik következtetés vagy megállapítás. Másik. Feltehetjük azt a kérdést, hogy láttuk, hogy egyszer erre, egyszer másik irányba tért ki. Meg tudom-e, meg lehet-e előre határozni azt, hogy melyik irányba fog kitérni. Vajon meg tudom-e előre mondani, hogy most jobbra vagy balra fog kitérni a vezetőkeret? Vajon meg tudom-e előre mondani, kinek mi a... Bibi bólogat, és egyet értsünk vele? Igen. Értsünk vele egyet, tehát meg tudjuk előre mondani, hogy merre fog kitérni. Vajon mi alapján? Egy újabb jobbkész szabály alapján. Csak a kérdésünk az, hogy, és ide most már visszatérve egy pillanatra az előbbi ábrához, most már ide írhatjuk, hogy egy erő volt az, ami kimozdította ezt a vezető keretet. Hogy alkalmazzuk a jobbkész szabályt? Hogy tudjuk előre megmondani, hogy most jobbra vagy balra fog kitérni a vezető keretünk? Elővesszük a jobb kezünk három ujját, és a három ujjunkat egymásra merőlegesen tartjuk. Kérdés az, hogy melyik ujjunkkal mit mutatunk. Megvan erre is a szabály. Mégpedig hüvelyújjunkat tartjuk az áram irányába. Azt tudjuk, hogy merre folyik az áram? Persze, hiszen az áramforráson ott vannak a polaritások. Tehát, ha abba az irányba folyik az áram, az indukcióvonalak irányát megint tudjuk, mert merre mutatnak az indukcióvonalak? Északi pólusból a déli felé. Tehát azt megint meg tudjuk mondani, és tudjuk, hogy a patkomágnesnek a piros vége az északi, a zöld a déli. Tehát akkor a hüvelykujjunkat tartjuk az áram irányába, mutatóujjunkat az indukcióvonalak irányába, és akkor tehát a mutató ujjunk az indukcióvonalak irányába, és akkor a középső ujjunk pedig meg fogja adni azt, hogy melyik irányba tér ki. Tehát az áramerősség, a B-vektor iránya, illetve a középső ujjunk pedig megadja annak az erőnek az irányát, azt az irányt, amely a vezetőkeret kimozdul. Nem teszünk más, mint megfordítjuk az áramirányt, és már is látjuk, hogy ellentétes irányba fog kitérni. Most meg nem teszünk más, mint megfordítjuk a mágnest, és akkor megint az ellenkező irányba fog kitérni. Tehát a jobbkész szabály, lerajzoljuk a... jobbkész szabállyal az áramerősség iránya, és ez lesz a hüvelykujjunk. Rá merőlegesen a ez a mutatóujjunk mutatja a B irányát, és akkor rá merőlegesen pedig az erő irányát, ez pedig a középső ujjunk. Na most annyiban módosítjuk a kísérletünket. Megnézzük még egyszer, hogy 4,5 volt, lehet, hogy ez az elem már nem egészen 4,5 volt, mert nem
friss elem, de tételezzük fel, hogy mondjuk 4,5 voltos áram hatására, mennyire tér ki a vezető? Ennyire. Annyit változtatunk, hogy másik áramforrásról, de csak 1 voltos feszültségről. Hát, azaz változtatom a... Na ez most 1 volt volt, hát nagy különbséget nem látunk, de próbáljuk meg úgy, hogy 2 voltra kapcsolom. Azért most már látszik a különbség. 3 voltra kapcsolom, még inkább látszik. Na milyen különbséget láttunk, amikor 1 voltot, 2 voltot, 3 voltot kapcsoltam rá. Patrik, te onnan hátulról láttad? Igen, nagyobb lett a kitérés. Nagyobb lett a kitérés. Na nézzük csak meg, hogy mitől függ, hogy mennyire tér ki ez a vezető. Mitől függ, hogy mennyire tér ki a vezető. Tehát az F. Látjuk, nagyobb az áramerősség, tehát nagyobb erő adott rá, azaz nagyobb lett a kitérés, tehát látjuk, hogy az áramerőssége egyenesen arányos. Hát, hogy mitől függ még, azt csak elmondjuk, de azt kísérletileg nem csináljuk, mert mondjuk kicserélem ezt a mágnest egy kis vékony, kis gyenge mágneskére. Vajon hogy tér neki, ha egy másik kis gyengébb, kis vékonyabb, kis sokkal kisebb mágnest tennék oda? Vajon hogy tér neki? Hogy változna a kilengés? Zsófi, szerinted? Hát szerintem jobban megtudja, nem, hanem kisebb lenne a kilengés. Kisebb lenne a kitérés, ha a mágnes gyengébb, azaz a mágneses tér, ha gyengébb, kisebb, abban az esetben a kitérés is kisebb lenne. Tehát, ha kisebb a mélyértéke, akkor kisebb a kilengés is. Szintén, ha egy másik mágnessel végeznénk el a kísérletet, még szélesebbel, vagy keskenyebbel, akkor is látnánk a különbséget. Vagyis mi a harmadik tényező, ami befolyásolja az F-értékét? Az, hogy mekkora ennek a vezetőnek mekkora része van, milyen hosszú szakasz van benne itt a mágneses térben, és ezt pedig jelöljük, annak a vezetőnek a hosszát, ami a mágneses térben van, és ez lényeges, mert ezt ugye el szokták felejteni. Tehát ez a vezető keret nekünk körülbelül itt a vízszintes része ilyen 10 centi. De ez nem azt a 10 centit jelenti, csak azt a részt, ami benne van a mágneses térben, most olyan 2,5-3 centi körülbelül. Tehát az F-értéke mitől függ? Mágneses tér erősségétől, benne folyó áram erősségétől, és annak a vezetőnek a hosszától, ami a mágneses térben, van. És ide zárójelben jegyezzük meg, hogy az L a mágneses térben lévő vezető hossza. Tehát csak az, ami a mágneses térben van. Tehát csak a mágneses térben lévő vezető hosszát jelenti. És még azt is írjuk ide, hogy az L merőleges a V-re. De ezt láttuk is. Zárójelben megjegyezzük, nem is muszáj felírni, de aki fakultációra megy, meg majd mérnök lesz, megjegyezheti. Mi van abban az esetben, hogyha nem merőleges az indukció vonalakra, hanem valamekkora szöget zár be? Akkor hogy módosul ez az összefüggés? Akkor a közbezárt szög színuszával kell számolni, de azzal mi most egyelőre nem foglalkozunk, hiszen szögfüggvényeket még nem is tanultatok.
Vagy most vagytok éppen ott? Nem. Már elkezdtétek. Tehát ha nem merőleges, akkor a közbezárt szög színuszával kell számolni, de mi ezzel nem fogunk számolni. Újra visszatérve a kísérletre, a mágneses indukció vonalak most is ott vannak, hiszen ez egy állandó mágnes. A vezetőben viszont jelen esetben nem folyik áram, tehát nem is tér ki. Vagyis mire következtetünk ebből? Csak mikor tér ki a vezető? Hiába van benne a mágneses térben, ha nem folyik benne áram, akkor nem tér ki. Tehát végkövetkeztetésként ide annyit írunk, új sorba kezdve, hogy csak akkor van kölcsönhatás. Tehát csak akkor van kölcsönhatás a mágneses tér és a vezető között. Tehát csak akkor van kölcsönhatás a mágneses tér és a vezető között, ha a vezetőben áram folyik. Tehát csak akkor van kölcsönhatás a vezető és a mágneses tér között, ha a vezetőben áram folyik. Pont. Tehát pontot teszünk a mondat végére. Tehát csak akkor van kölcsönhatása a vezető és a mágneses tér között, ha a vezetőben áram folyik. És akkor már is léphetünk a következő gondolatmenetre. Azaz akkor mi között van kölcsönhatás? Magával a vezető meg a mágneses tér között? Nem. Mert mi azt mondjuk, hogy csak akkor van kölcsönhatás, ha benne áram folyik. Mikor beszélünk áramról? Mikor folyik áram egy vezetőben? Mi okozza az áramot? Ha a töltéshordozók elmozdulnak, így van. Ha a töltéshordozók elmozdulnak, azaz akkor mi között van kölcsönhatás? A mágneses tér és a mozgó töltések között. Ez lesz a következő mondatunk. Folytatólagosan a mágneses mező nem a huzalra, a mágneses mező nem a huzalra, hanem a mozgó töltésekre fej ki erőt. A mágneses mező nem a huzalra, hanem a mozgó töltésekre fejt ki erőt, amit a töltések átadnak a vezetőnek. A mágneses mező nem a huzalra, hanem a mozgó töltésekre fejt ki erőt, amit a töltések átadnak a huzalra. Mi ez az erő? Hogy nevezzük ezt az erőt? És ez lesz a következő mondatunk új sorba kezdve. A mozgó töltés és a mágneses mező között ható erő. A mozgó töltés és a mágneses mező között ható erő. És elővesszük a pirosunkat. A mágneses Lorentz erő. Tehát ezt az erőt mágneses Lorentz erőnek nevezzük. Tehát a mozgó töltés és a mágneses mező között ható erő mágneses Lorentz erőnek nevezzük. Lorentz holland fizikus, sőt, kiegészítjük azzal, hogy Lorentz Nobel-díjas holland fizikus. Lorentz Nobel-díjas holland fizikus. Aki
1853-tól 1928-ig élt, Nobel-díjas holland fizikus Lorentz, aki az elektromos térrel, tehát a mágneses, tehát az elektromágneses mezővel foglalkozott, és hát mondhatjuk, hogy ő volt az egyik előkészítője a relativitás, az Einstein-féle relativitás elméletnek is, de itt most, ha ennyit tudunk róla, hogy Lorentz holland fizikus volt, az ő tiszteletére nevezték el ezt a mozgó töltés és a mágneses mező között ható erőt Lorentz erőnek. Na nézzük akkor egy kicsit részletesebben, és indexben sokszor oda szoktuk írni azt a kis elbetét utalva arra, hogy ez a Lorentz erő. Azt mondtuk, hogy P-szer-I-szer-L összefüggésből könnyen kiszámíthatjuk ennek az erőnek a nagyságát. Áramerősség. Mit értünk áramerősség alatt? Hogy határozhatjuk meg az áramerősséget? Az előbb mondtuk, hogy akkor beszélünk áramerősségről, ha a töltések egy irányba elmozdulnak. Hogy számítottuk az áramerősséget? Hogy számolunk áramerősséget? Olyan régen volt, hogy mindenki elfelejtette? Hogy számolunk, Patrik? Úgy számolunk, hogy Q per T, ahol a Q jelenti a töltéseket, és a időt, amennyi ideig marad a áram. Szorozva az L-lel, az L-lel meg azt mondtuk, hogy annak a vezetőnek a hossza, ami a mágneses térben van. Hossz per idő, ez pedig mit ad meg? Út per idő. Sebessége. B-szer, Q-szor, V. Tehát látjuk, hogy a Lorentz erőt meghatározhatjuk úgy is, hogy B-szer, Q-szor, V. Formában, ahol itt is természetesen azt mondjuk, hogy a Lorentz erő nyilván merőleges a sebességre, mert a sebesség is milyen jellegű mennyiség, ugyanúgy, mint az erő, vektormennyiség, tehát a Lorentz erő ugye merőleges a, meg a Lorentz erő, már az előbb mondtuk, hogy a V-vektorra is merőleges. És ugyanúgy alkalmazhatjuk ezekkel a mennyiségekkel is, tehát a Q-val, V-vel, B-vel, az előbb a jobbkész szabályt, a B-szer, I-szer, L-re alkalmaztuk. Most pedig levezettük belőle, hogy B-szer, I-szor, V formában is meghatározható. Akkor ugyanúgy alkalmazhatjuk ezekre a mennyiségekre is a jobbkész szabályt. Igen, pontosan ugyanúgy alkalmazhatjuk a jobbkész szabályt, ide alá rajzoljuk az újabb. Jobbkéz szabályunkat. V vektor, a V vektor és az F vektor. És pontosan ugyanúgy, mint az előbb, a hüvely mutató és a középső ujjba megfelelő. És a megfelelő értékek. No, a következő hátralévő néhány pillanatban pedig a 154. oldalra lapozzuk a könyvünket, tehát 154, és a 154. oldalon 154. oldal egyes ábráját nézve, mit látunk ezen a, mit mutat ez az ábra? Homogén mágneses teret, az a kék nyilacskák mutatják a mágneses indukcióvonalakat. És azt látjuk, hogy itt egy valamekkora V sebességgel jönnek a töltések,
az indukció vonalakra merőlegesen. És akkor ez már a következő órára fog maradni, hogy megvizsgáljuk, hogyha valamekkora töltést belőttünk az indukció vonalakra merőleges irányba, az hogy fog a továbbiakban viselkedni ebben a homokmágneses térben. Tehát házi feladat a Lorentz erő és a távozása.